A polgár úr nyilván túl vannak már az idei szüreten, sőt, talán a borok többsége is elkészült, vagy készülőfélben van. Hogyan tudja innen nézve értékelni az idei évjáratot? Nemrég fejeztük be, mert még azért meglepetéseket a végén, itt a idősebb hölgyek egy szép őszt hoztak azért nekünk, és még a valamit megmentettünk a végén. Hát sajnos ez egy olyan szület lesz, amit valószínűleg igyekszünk gyorsan elfelejteni, mert azért nagyon megnehezítette az, hogy úgy kellett ellopni a természettől, amit úgy gondoltuk, hogy jár nekünk. Sokszor megváltoztattuk a tervet, kapkodni kellett, a kadarkán kicsit gyengébb mustokkal sikerült, akkor egy kis pinonát kellett hozzátenni, hogy azért mustok összejöjjön. Tehát nem volt egy egyszerű szület. Azt hiszem, hogy még mióta villányba szőlészkedem, ilyen nehéz még egyszer se volt. Nem is lesznek igazán nagy formátum villányi vörösborok, viszont nagyon szép, elegáns, könnyed, gyümölcsös dolgokat tudunk készíteni, tehát az a Rubin típus, egy könnyed Merlot, Cabernet, azért ezeket elkészítjük. Azért 21-21,5 mustokos szőlőből lehet azért szép bort készíteni, csak azok az igazi nagy, dögös villányi vörösek, azok azért nem sikerültek az idén. Valószínűleg kevesebb barikordot veszek, inkább egy ászkott minőségből lesz talán nagyobb választék, ugye ez a Rubin típusú, és hát az új borok pedig szépek lettek, mert a szület elején még azért voltak nagyon szép, könnyű dolgok, még a cukorfokkal sem lehetett panaszom. Az úgynevezett Beaujolais boroknak talán kedvezett ez a meglehetősen mostoha idei időjárás is. Több is készült ezekből most, mert azért a kékszőlőim többségéből például a rozé készült, úgyhogy új piacokat próbáltam, mert rozé amúgyis felfutóban van, nagyon szeretik a fiatalok, kezdőkóstolók, de mintha úgy látnám, hogy a korombél öreg borkedvelők is szívesen leülnek nyáron a lugas alatt egy jó hideg rozéra, tehát abból kicsit több is készült. És a primer borok szépek lettek, egy kicsit más stílusú lett, mert mindig egy kicsit más szeretnék. Most a Pannon Portugieserbe egy kis kékfrankost is tettünk, hasonló technológiával, mint az elmúlt időben, hogy ez a Maceration Carbonica a Beaujolais vidéken és a Beaujolais Nouveau, ahogy készül, és hát nagyon sok dicséretet kaptam eddig, remélem, hogy most is megtetszik itt a mai esti kedves vendégeknek. Ha már a ma esténél tartunk, akkor milyen borok fogják majd kísérni a kitűnő libafogásokat? Mindenképpen a primöröknek szerepet adtunk, rozé is lesz, és egy portugízel, tehát a vörös is, de ahogy a séf úr, illetve Illés úr megálmodta, egy szép szemmeltrizling, egy késő rizling, egy-két nehezebb vörös is azért helyet kap, és a desszerthez egy régebb évjáratú aranyhás kerül majd bemutatásra. Mi lesz a ma esti polgár mártonnapi borvacsora menüje? A ma esti polgárbor vacsora előétele lesz egy borskéregben sütött őszgerinc, egy birsalma sajt körítéssel. A levesünk az egy liba erőleves lesz, egy különleges betéttel. Úgy döntöttünk, hogy nem meleg előétel lesz, hanem úgynevezett két főfogásos vacsora. Az egyik főfogás a liba nap lévén egy liba mellfilé, egy lila káposztával töltött rétes körítéssel, a másik főételünk az pedig egy béken szalonnába göngyölt szarvas vérszín lesz, egy finom pogácsa körítéssel. És lesz egy nagyon finom meglepetés desszertünk, az egy különleges csokoládéval, gyümölcsel és piskótával készült desszert lesz.